Tisztelt gyászoló közösség, kedves Vera néni, kedves gyászoló családtagok, tisztelt karcagiak! Mély fájdalommal a szívünkben állunk most itt, és búcsúzunk Dobos Lászlótól, Karcagváros polgármesterétől. Mindössze néhány napja jutott el hozzánk a tragikus hír, hogy méltósággal viselt súlyos betegség után eltávozott közülünk. Még túl közeli ez a döbbenetes pillanat, még teljes erejével szorítja szívünket a veszteség fájdalma, mégis fontos számunkra, hogy megvonjuk Dobos László, polgármesterünk és barátunk gazdag életének mérlegét. Évtizedeken át dolgozott szorgalmasan a Gábor Áron gimnáziumban, pedagógusként, majd igazgatóhelyettesként. Szép sportsikerek, eredményes rendezvények fűződnek az oktatás világában eltöltött időszakhoz. De elmondhatjuk, hogy a városi önkormányzatban találta meg igazán azt a helyet, ahol elképzeléseit megvalósíthatta és maradandót alkothatott. Mindenki által ismert és elismert közéleti személyiség volt, és városunknak, Karcagnak, a Nagykunság büszke fővárosának önkormányzati képviselőjeként, megyei képviselőként, majd egy évtizeden át polgármesterként minden erejével sikeresen dolgozott értünk, valamennyi önkért. Városunk lakói bíztak benne. És ezt azzal is kifejezték, hogy 1994 óta 7 alkalommal választották meg egyéni körzetében önkormányzati képviselőnek, és 1998 óta 6-szor megyei önkormányzati képviselőnek. Összesen 14 városi és megyei bizottságban dolgozott, és 3 alkalommal 2010-ben, 2014-ben és 2019-ben választották a karcagiak polgármesterükké. Legutóbb is 2/3 országosan is figyelemre méltó támogatottsággal, mindig a Fidesz színeiben. Minden választást megnyert, amelyen elindult. Fájdalmas most itt átéreznünk, hogy ezt a legutóbbi polgármesteri megbízatást már nem sikerült végigvinni. Kedves polgármester úr, kedves Laci, kedves barátom, hadd szólítsalak most így, mikor családtagjaid, munkatársaid, tisztelőid nevében búcsúzom tőled. Sikereidet, melyek a mi sikereink is, kitartásodnak, tehetségednek, az emberek iránti szeretetednek köszönhetted, és annak, hogy igazi, lovagias, küzdőszellemű, régi fideszes harcos voltál, aki az élet legnehezebb helyzetében is talpon tudott maradni. Egyéniséged, derűs, humoros, barátságos felfogásod, az, hogy igazi sportemberként tudtad, mikor kell küzdeni és mikor kell válni, majd újult erővel nekiveselkedni a munkának, mindannyiunk számára példaként szolgálhat. Teljesítményed, melyet igazi csapatjátékosként elértél, önmagáért beszél. Az ipari parki munkahelyteremtő beruházások, a karcagi malom újraindulása, az útépítése, a városháza és a Dériné felújítása, az új fedett városi úszoda és a termálmedence, az új rendőrkapitányság, az óvoda és iskola felújítások, a főtér szépítése, a kórházi, szociális otthoni és a háziorvosi rendőrt érintő fejlesztések, az, hogy a város szinte minden pontján jelenleg is építkezések zajlanak, mind-mind a te munkádat dícséri. Irányításod alatt településünk elnyerte az idősbarát, ifjúságbarát és tehetségbarát önkormányzat megtisztelő díjakat. 2006-ban te voltál az év alpolgármestere, 2010-ben pedig az év tisztatabbi alpolgármestere. Minden építkezés, kezdeményezés, megvalósult fejlesztés, az emlékezetes művészeti, testvérvárosi, sport és gasztronómiai rendezvények, amelyeknek lelkes kezdeményezője és támogatója voltál, ezekben a percekben, itt és most válik munkásságoddal, egyszer és mindenkorra visszavonhatatlanul Karcagváros történetének a részévé. Mindannyiunk szíve összeszorul, hiszen közelegnek az elbúcsúzás fájó percei. Pár napja, mikor utoljára beszéltünk telefonon, és gyógyulást kívántam neked, azt mondtad félig tréfásan: dolgozunk rajta. Bárcsak ez a munkát sikerült volna, kedves barátom. Bárcsak ezt az utolsó nagy csatát sikerült volna megnyerned, de lehetetlen volt. Ilyen nehéz pillanat,
mint a mostani, még nem volt a város történetében, és családtagjaid, barátaid, valamennyiünk számára mérhetetlenül szomorú ez az elválás. Tisztelt polgármester úr, tisztelt Dobos László, kedves barátom! Kötelességünk, hogy az általad megkezdett munkát folytassuk. Felelősségünk, hogy Karcag továbbra is az maradjon, amiért oly sokat tettél. Hagyományaira, tartására büszke, fejlődő, erős, nemzeti érzelmű város legyen a Konok, Nyakaskunok fővárosa a jövőben is. Nyugodj békében! Szerető családtagjainak vigasztalódást kívánva ígérjük, hogy emlékedet szívünkben megőrizzük. Isten veled!